Szép számmal gyűltek össze ünnepelni városunkban a 48-as emlékműnél március 15-én. A központi rendezvényen a szabadságharc eseményeire való megemlékezés mellett a középiskolai ösztöndíj pályázatok nyerteseit is kihirdették. A rendezvény szónoka Talabér Márta polgármester volt, aki köszöntőjében az 1848-as események felidézése mellett az ezer éves államiságról és értékeinek megőrzéséről is beszélt. Szép számban nyúlt egybe Várpalota lakossága a történelem hőseire emlékezni március 15-én. A 48-as emlékműnél zajlott központi rendezvény a zászló ünnepélyes felvonásával vette kezdetét, majd Talabér Márta polgármester az ünnep szónoka fogalmazta meg gondolatait a 166 évvel ezelőtti eseményekkel kapcsolatban. Országrengető viharok ritkán támadtak a nemzetek történelmében. Akkor keltek fel, amikor olyan erők sűrűsödtek össze egy adott pillanatban, hogy nem volt más választás. Akkor támadtak fel, amikor a korszerű elveket, eszméket hirdető erőket a régi rend nem akarta előre engedni. A reformkorban a magyarság rendkívüli európai érdeklődését mutatta, hogy a nemzet nagyjai az angol és az amerikai demokráciát tanulmányozták, és a francia forradalom története a magyar ifjúság meghatározó élménye volt. Azt már csak szomorúan állapíthatjuk meg, hogy Batthyány Lajos, Széchenyi István és Kossuth Lajos hiába keresték a békés megoldásokat, hiába volt békés a pesti forradalom, Európa és a világ félt a forradalmi mozgalomtól, külpolitikailag pedig a térség egyensúlyának megbomlásától. A 166 évvel ezelőtti eseményeket a pozsonyi országgyűlés honatjáinak bölcsessége, a pesti Pilvax kávéházban gyülekező, a nemzet akaratát megtestesítő ifjak lelkesedése és a forradalom Európából érkező lángja együttesen indította el. Az akkori március egy nagyszabású reformkorszakot koronázott meg, melyben a liberális arisztokrácia a reformpárti megyei nemességgel karöltve megtalálta és kiválasztotta a későbbi forradalom és szabadsághoz vezető személyiségét, a kor egyik legnagyobb politikusát és jellemét, Kossuth Lajost. Nos, a reformkor és az abból kinövő forradalom sok-sok tekintetben jelenkorunk példája is egyben, hiszen szüntelenül el kell ismertetnünk magunkat az európai hatalmakkal, bizonyítanunk kell értékeinket, hagyományainkat és eredményeinket. Példaként előttünk áll Kossuth és Széchenyi, vagy éppen Deák és Andrássy munkássága. Azok az életművek, amelyek szólnak gazdaságról és kultúráról, szólnak a mezőgazdaságról és a közlekedésről, és az európai érvényű politikáról épp úgy, mint a szomszédos, vagy éppen kisebbségben élő népek érdekeiről, értékeiről, a velük való kapcsolatunkról. Mindeközben eltelt több mint másfél száz esztendő, benne pusztító háborúkkal, az országot sokáig sújtó diktatúrával, 1956 dicső próbálkozásával, és az ezredvégi vértelen forradalommal mégis mind a mai napig élők és időszerűek 48 eszméi. Ünnepi beszédében a polgármester asszony kiemelte, a magyar nemzetnek 48 óta először 1988-89 fordulóján adatott meg az a lehetőség, hogy idegen hatalom közvetlen felügyelete nélkül dönthessen sorsának alakulásáról és a valóságos polgári demokrácia megteremtéséről. Ami 1848-ban, majd 1956-ban sárba tiportatott, most újra sarjadhat a 21. század követelményeinek szellemében. Hozzátette, ma itt Várpalotán az ünnep perceiben és az ezer esztendő során mindvégig összes cselekedeteinket nagy elődeink szelleme kell, hogy vezérelje. Az a szellem, hogy egy a környező nemzetek egyikéhez sem hasonlító nyelven, annak lelkületével kell kifejezzük több mint ezer éves államiságunk folytonosságát, maradandó értékeit oly módon, hogy utódaink büszkén tekinthessenek vissza ránk, a 48-as forradalom öröklőire és átörökítőire, zárta beszédét a város elöljárója. Imáron hagyomány, hogy a március 15-i rendezvény keretében gratulál a városvezetés a középiskolai ösztöndíjra sikeresen pályázó diákoknak.
Ebben az évben 30 tanuló iskolai munkáját támogatja Várpalota város önkormányzata. A polgármesteri köszöntő után ezen oklevelek átadására került sor. A folytatásban ünnepi műsort Ézsiás Anita, Kocsis Péter, Kaszás Gábor és Herter Tamás közreműködésével a Cseregő Néptánc Együttes és a Művészeti Magániskola Néptánc tagozatos hallgatói adtak. A műsort követően az ünnepi rendezvény koszorúzással ért véget.